Én nem tudom elképzelni az Enteri World-t. Tudnál valamilyen realisztikusabb tervet kérni az Enteri World designertől? Hát, persze. Vannak szituációk, amikor a tervezők által megálmodott elképzeléseket nem tudja visszaadni egy átlagos tervező szoftver látványvilága, hiszen nehéz továbbadni a fejben megszületett kreativitást. De mint mindenre, erre is van megoldás. Tetra, megkaptuk tőled a alaprajzot, küldtél pár fotót egy építkezésről. Miről lenne szó? Nekem nagyon nagy segítség lenne az, hogyha azok a dolgok, amiket én kitalálok, megálmodok, illetve azok a dolgok, amiket a Petrus Feri megálmodik, úgy jelennének meg, mint ahogy majd ki fognak nézni a jövőben. Ez már csak azért is fontos, mert hogy sokkal könnyebben tudjuk mi jóvá hagyatni a dolgokat. Tehát játszanak jobban a textúrák, a textíliák, az anyagok, a faszerkezetek, a hideg burkolatok. Más az, hogyha egy ilyen életű, valóság hű prezentációt tartunk, úgyhogy nekem ebben, hogyha tudnátok segíteni, az fantasztikus lenne. Együtt dolgozunk belső építészekkel, nekik az értékesítésben nagyon sokat segít az, hogyha be tudják mutatni a megálmodott enteriőröket, hogy fog ez kinézni különböző fényviszonyok, mondjuk nappali vagy éjszakai fényben, az a konyha bútor, ugye mesterséges világítások, már elég komoly koncepciókban vannak elhelyezve ezekbe a belső terekbe, és ezt nagyon jó lemodellezni előtte. Teljesen igazad van, hogy a belső építészeknek is nekünk nagyon sokat segítetek. Az is igaz, hogy fontos az is, hogy a vevő vagy a megrendelő el tudja képzelni, hogy mi lesz. Tehát nekik is segítünk ezzel egyébként, mert sokszor, amikor elmondjuk, vagy megmondjuk, hogy színekben mi fog megjelenni egy belső térben, akkor nem biztos, hogy ő ugyanazt látja a fejébe, amit én látok az én fejemben. A 3D-s látvány, ez a teljes fotorealisztikus világ, mind a külső homlokzatok, mind a belső terek kapcsán nagyon-nagyon fontos nekem, hiszen sokszor a megrendelő nem tudja azt feltétlen elképzelni, amit én megálmodok számára. Ezzel a tervel azt tudjuk számára biztosítani, hogy meg tudja nézni azt, hogy milyen lesz. Azt tudja rá mondani, hogy neki ez vagy az a tapéta konkrétan, ami majd oda kerülne a végén, nem tetszik, cseréljük le. Még időben tudunk ezen változtatni. Ha jól értem, akkor is majd a Gábor ezt az egész workflow-t elmondja, hogy hogyan tudunk mi egy realisztikus látványtervet végén átadni nektek, hogy az ügyfélnek be tudjátok ezt prezentálni, akkor van egy objektum, egy ház, ezt el kéne valós környezetben is képzelni, tudnia, mondjuk a kilátást, meg a külső környezetnek a házhoz viszonyított hatásait, és ezek után lenne a bútorok belső terek modellezése, a belső terek modellezése ugye alaprajzból, a bútorok modellezése és ezeknek a textúrázása, ugye? Így van, valós anyagokkal. Igen. Örültünk ennek a feladatnak, amit a Petra hozott, mert itt végre kiélhetjük magunkat, minden újdonságot be tudunk vetni. Fontos az, hogy ezeket a technológiákat, anyagokat, belső tereket úgy tudja bemutatni a kivitelező csapat, vagy a belső építész, hogy valóban azt lássa a végén, amit szeretne. Én átnéztem az anyagot, amit kaptunk tőled, és szerintem az tökéletes ahhoz, hogy el tudjunk indulni. Kaptunk alaprajzokat és fotókat a környezetről. Az alaprajzok alapján fel tudom építeni a háznak a szerkezetét. A Feri tervei mellett kaptunk tőle 3D-s modellt is, amiből az arányokat és a helyszínt nagyjából be tudom határozni. A következő lépésben pedig akkor ezt az alsó szintet készítjük el, amihez belső építészeti tervekre van szükség. Akár listaszerűen azok az anyagok kellenének, amik meg fognak jelenni ebben a belső térben, és olyan elképzelések, hogy milyen színeket, milyen anyagokat szeretnél látni. Jó, ez nekem így tökéletes. Tulajdonképpen a meglévő bútorok és textil tapéta, falfelületek, melegkőburkolatok megvannak már.
azt előre tudom nektek küldeni ebben a listával. Nyilván tudunk egyeztetni. Ha szeretnétek kijönni a helyszínre, akkor az is megoldható. Nem tudom, hogy szoktatok-e kontrollmérést, vagy bármit, tehát, hogy nektek kell bármi ilyesmi, és akkor közben folyamatosabb tudunk még tervezni. Azokat a fal és nyilányzáró struktúrákat kell első lépésben felépíteni, ami alapját képezi egy belső építészeti látványtervnek. Ezután következik egy olyan fény struktúra létrehozása, amivel a belső térnek a hangulatát ki tudjuk alakítani. Például a nap állását azt pontosan meg tudjuk határozni, és ebből már egy olyan adott ingatlanra jellemző fényviszonyt tudunk kialakítani, ami majdan a valóságban is meg fog jelenni. És ezután következik ennek a már bevilágított térnek a berendezése, ami színekben, hangulatban és kompozícióban a belső építész által elképzelt hangulatot kell visszaadnunk. Akkor mi kimennénk befotózni akárhol áll is a ház, most jó. Építkezés, meg a környezetet. Jó. Körülbelül mikorra kellene ezt nektek bemutatni a megrendelő felé? Egy nagyjából két hét. Két hét. Ha ez nektek nem túl külső gyors. És az első. Igen, szint. A külső, uh-huh. és az első szint, és akkor utána még uh-huh. tudunk tovább haladni a második szinttel. Ez így megfelelő ez nektek? 3D rendír. Látványtervezés és termékvizualizáció.